ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tehát gondolhatod, hogy jöttek üzenetek, András, többek között köszöntenek téged. Jó reggelt, Maci, jó reggelt, írja a házitról. Sziasztok, köszi ezt a fergeteges napindítót, legyen sunny napja mindenkinek, írja Zsolt. És megkérdezte egy másik Zsolt, hogy ez valami arató diszkó? Hatalmas. Oh, hát 1979, kérem szépen, Live in Concert, 1979-es lemeze a Bonnie M-nek. Tegye mindenki a szívére a kezét, és mondja meg őszintén, hogy volt Bonnie M feliratú pénztárcája, meg volt egyrészt, akinek nem volt, az hazudik. Úgyhogy. Másrészt, úgyis hiába mondják, mindenki ropta rá. És kész. Ez így lehet, van. Hogy tagadjátok, lehet, hogy nem ismeritek el soha, de titkon. Tudod, András, mindenki ropta rá, és kész. Ez olyan, mint hogy senki sem született. A Sunnyban pont nem énekelt Bobby. Nem, Fella. Ő táncolt ebben. Ez ebben nagyon, táncolt, igen, de hogyan? Táncolt. A másik pedig, ti nem ordítottátok ilyenkor, ha volt a buliban Sanyi nevű ismerős erre a számra, hogy Sanyi! Nem? Nagyon jó. Szóval senki sem születik kemény rockernek. Ez az egyik. Ez olyan, egy íve mindenkinek megvan, mint ahogy eljut az ember a VBK-tól a száraz köveskáli borokig például. Tehát ez azt egy hittem, ilyen... hogy a VBK-tól a Dierlasós borszázt fogod mondani, de mindegy. Az gyors, az egy gyors leívelő igen. pálya. Na nézzük inkább, mit ír a magyar sajtó, kérlek szépen. Az orvos béremelés foglalkoztat mindenkit, és akkor az érme két oldala ebben a témában. Az egyik azt írja, a Magyar Nemzet jelesül, hogy történelmi bérfejlesztés, az orvosoknak 80%-kal emelkedhetnek az orvosbérek, egy törvényjavaslatban legalábbis ez szerepel, 2021-es a bruttó összeg 482.000 forintra indul, és bőven meghaladja 1,5 millió forintot, addig 2022-re 620.000 forintra indul, és 2 millió forintig, 2023-ra pedig 687.000 forintról csak nem 2,4 millió forintig terjed a bértábla az erőterjesztés szerint. Börtönnel fogják büntetni a paraszolvenciát, azaz a hálapénzt. Minden résztvevőt, figyelem, nem csak azt, aki kapja, hanem aki adja, azt is. Viszont lehetővé teszik az egészségügyi dolgozók kirendelését más intézményekbe, melynek időtartama nem lehet több egy évnél. Kásler Miklós, emberi erőforrás miniszter, történelmi léptékű bérfejlesztésről írt közösségi oldalán, és hangsúlyozta, az orvosok és az ápolók, valamint az őket támogató szakdolgozók számíthatnak a magyar kormányra. Hát ehhez képest a Népszava azt írja, hogy a Magyar Orvosi Kamara annyira nem boldog ettől az előterjesztéstől, mert hogy jól lehet azt mondták, hogy az Orvosi Kamara is rábólintott a béremelésre és a hálapénz kivezetésére vonatkozó javaslatra. Hétfőn már olyan véleményről ír a Népszava, hogy több pontját elutasítják ennek a kezdeményezésnek, például azt, hogy leginkább a fegyveres testületek működéséhez tenne hasonlóvá az egészségügyet a kormány. Január 1-től a közellátásban bevezetik az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, melynek elsődleges jellemzője, hogy amellett minden további pénzkereset csak is a munkaadó engedélyével folytatható, emellett a szakemberek békeidőben is átvezényelhetők olyan szolgálati helyekre, ahol a munkaadóknak szükségük van rájuk. Na hát, mielőtt elmondom a legfontosabbakat, így azt látom, hogy óriási, megkaptuk a nap egyik üzenetét, a 06302010909-re, itt Viberen, SMS-ben, a WhatsAppon lehet üzenni. Azt mondja el, a szüleimnek volt egy Bonnie M kazettája. Modern Talkingot vettem rá. Szerintem ez... Édes jó Istenem! Ez mindent visz. Hát de nem már. Úgyhogy köszönjük szépen. Na, én közben nézegettem, hogy mi történik a nemzetközi híreken, és hát breaking news volt a CNN-en az 5 órával ezelőtt, de hát ugye a magyar sajtó még csak most kezdi ezeket feldolgozni, hogy Trump elnök úr visszatért a Fehérházban, és le is vette a maszkját egy fotó erejéig. Hát ugye én, ja, és van egy felvétel róla, hivatalos felvétel róla, kijött kérlek szépen a Fehérház erkélyére, és tisztelgett konkrétan.
Most 7,6 millió megtekintésnél tart a Twitteren a videó, ahogy hazahozzák Donald Trumpot haza ugye a Fehérházba. Azt mond, még a magyar sajt ott tart, hogy hétfőig nem engedik ki a kórházból. Nem, kint van. Mégis kiszökött? Nem szökött, adtak neki valami olyan cuccot, amit találgatnak is, hogy állítólag brutális koktélt kapott, és szépen maszkban úgy, ahogy kell, megérkezett, amikor az erkélyre kijött, akkor levette, és van egy felvétel róla, ahol maszk nélkül mutatja, és ezen kívül pedig Donald Trumpnak nagyon jól jött ez a kis pihenő, mondjuk így, tehát, hogy ő feküdt, mert aki követi őt a Twitteren, az tudja, hogy gyakorlatilag szünet nélkül, megállás nélkül ontja magából a tweeteket, gyakorlatilag a szavazásra buzdítva az amerikai polgárokat, és az egyik kedvencem tőle az a tőzsdei teljesítményre vonatkozik, tehát Donald Trump még mindig azt hiszi, hogy az ő kormányzásának köszönhetően emelkedik az amerikai tőzsde, és ezt elhiteti a követőivel is konkrétan, tehát többet posztolt ilyet, úgyhogy... Tiszta Elon Musk. Hát no, igen. Nézzük még néhány hírt. Dől a pénz az informatikus képzőkhöz, erről a Világgazdaság ír. Egyre népszerűbbek az úgynevezett bootcamp jellegű informatikus képzések. Az ezzel foglalkozó vállalkozások tavalyi eredményei szerint a piac három meghatározó vállalkozása közül a legnagyobb árbevételt a CodeCool érte el, több mint 1 milliárd forintot. A GreenFox és a Progmaster is az eddigi legnagyobb árbevételét realizálta, az előbbi 542, az utóbbi 159 millió forintot. A CodeCool után idén a GreenFox kapott 450 millió forintos kockázati tőke befektetés is, ráadásul azért, hogy a régiós terjeszkedésben sikeresebb legyen. Ez az egyik rövid hír, aztán itt a másik. A magas bázis és a külföldi turisták hiánya is megmutatkozott a kiskereskedelmi forgalom 7%-os augusztusi csökkenésében, de a masszív bérkiáramlás és a munkaerőpiac rendeződése az értékesítés felfutását vetíti előre, jósolja a Világgazdaság. Meglepetés a visszaesés, a többség tetemes növekedést várt már augusztusra, hiszen ugye emlékszünk rá, és ezt már én fűzöm hozzá, nem a lap, hogy akkor már azért mindenki kiszabadult és dühöngött a vakáció, tele volt a Balaton, stb. Hát ehhez képest mégiscsak visszaesett augusztusban a kiskereskedelmi forgalom. Aztán még egy tényleg rövid hír, még mindig a Világgazdaságból, hogy olyan nagy igény van a föld alatti gáztárolásra Magyarországon, hogy a Magyar Földgáztároló ZRT engedélyt kért, és feltételesen meg is kapta ezt az engedélyt, hogy 4 létesítményéből 2-be több földgáz tároljon be, mint amennyire az eredeti engedélye szól, kérlek szépen. A g7.hu-n lehet olvasni egy érdekes ingatlanpiaci cikket is, mégpedig arról szól, hogy a panellakó magyar milliárdos, aki bagóért megvált szinte a teljes vagyonától, furcsa ügyletek zajlottak a Kerekes Kft-nél, a kereskedő cég tulajdon részeit néhány millió forintért adták-vették, miközben értéke több milliárd forint lehetett. Ezt dolgozza föl tehát a g7.hu. És ugye szó van róla arról, hogy a napi.hu kiadványában először S. Péter azt mondja, hogy 2016-ba került be, amikor 3,7 milliárd forintosra becsülték a vagyonát, egy évvel később azonban már majdnem 5, újabb egy évvel később pedig 4,5, aztán újabb egy évvel később pedig 5 milliárd forintos összeg szerepelt a neve mellett. A semmiből előkerült milliárdos vagyonát ráadásul szinte biztosan nem is becsülték túl, és hát lényegében ezt a sztorit dolgozza fel a g7.hu. Gyorsan ránézek még az M4-ra, hogy ott mit találunk. Azt mondja, hogy igen, hát ugye itt is a paraszolvencia és a kiskereskedelmi adatok viszik a prémet, úgyhogy ennyit tudtunk összeszedni nektek a hírekből. Szerintem zenélünk egyet, aztán utána megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu